két mandátumra számít az LMP az európai parlamenti választáson, ha az eredményeik a várakozásaikat igazolják. Vágó Gábor és Demeter Márta képviselné a hazai zöld pártot az Unióban. A listavezetőt Rónai Egon mellett Gulyás Balázs és Somos András kérdezi. Jó estét kívánok, és jó estét a kollégáknak is. Jó estét. LMP alapító, aztán kilépett. Aztán azt mondta, hogy nem lép vissza, csak támogatja kívülről. Aztán most meg EP listavezető. Ezt igazán eldöntöttem, mert milyen a viszonya az LMP-vel? Amikor alapítottuk ezt a pártot, akkor eleve nagyon sokunkban volt egy dilemma, hogy mi a legmegfelelőbb eszköze arra, hogy azokat a társadalmi célokat, amiket el szeretnénk kérni, azt el tudjuk. Mindenki kicsit muszáj Herkules. Senki nem úgy lépett be ebbe a pártba, hogy képviselő akar lenni miniszter vagy államtitkár, hanem hogy belülről fűtötte egy vágy, hogy el akar érni valamit, és én 14-ben igen úgy láttam, hogy tényfeltáró újságíróként többet tudok elérni, mint parlamenti képviselőként, most pedig úgy látom, hogy európai parlamenti képviselőként tudok leginkább, leghatékonyabban küzdeni ezekért a célokért. 14-ben én úgy emlékszem, hogy szeretett volna indulni Kecskeméten, csak aztán nem indított a országos elnökség, vagy mi van önöknél? 18-ban. Én 14-et olvastam ma délután. A pontos történelmi helyzetet akarjuk, de szerintem ez részletkérdés. Jó. Én akkor is csak azt mondtam, hogy már azért megmondom őszintén. Azért nem részletkérdés, mert én egy nagy sértődöttséget hallgasson végig, és nagyon szívesen válaszolok. 14-ben ugye Kiskunhalason indultam volna, azért megmondom őszintén, a kiskunhalasi körzetben való egyéni indulásnak nem volt olyan nagy valószínűsége, hogy parlamenti mandátumot eredményez, én akkor segíteni akartam ezt a listát, és óhatatlanul ezt akkor 14-ben a listánál nem tudtam megtenni. De hogy most azt gondolom, hogy 19-ben, amikor az Európai Parlamentben akarunk küzdeni azokért a célokért, amik itt vannak, és folyamatosan égető problémaként jelentkeznek, mint például a globális klímaváltozás, vagy pedig az, hogy a multinacionális vállalatok eluralták a magyar gazdaságot, azt leghatékonyabban az Európai Parlamentben lehet megtenni. Az, hogy idáig eljussunk, hogy ön képviselni tudja ezeket a dolgokat, a mandátumot is kellene szerezni. Így mire van. Alapozzák azt, amit a bejelentő sajtótájékoztatón mondtak, hogy két mandátumra számítanak, vagy azt célozzák meg? Három olyan fő tényező van, ami ennek az optimizmusnak az alapját adja. Az egyik az, hogy az LMP mindig is egy hajrápárt volt. Mindig is a végén húztuk meg igazán. Ugye 14-ben... Vagy máshol olvasatban szerencséjük volt mindig. Nem feltétlen, nagyon keményen dolgoztunk. Mindig a kapufáról befelé pattant az mindig, a mindig nagyon keményen dolgoztunk, ahhoz, hogy csak annak van szerencséje, aki keményen dolgozik. Tehát, hogy amikor 14-ben 2%-on álltunk így február végén, akkor mindenki temetett minket. És megcsináltuk. És most is meg tudjuk csinálni. Amikor 5%-on állunk, abból szerintem egy jó duplázás benne van. A másik pedig az, hogy ma jött ki az Euróbarométernek a mérése, hogy melyek a legfontosabb témák az egyes állampolgárok szerint az európai parlamenti választásokon. És 13%-a a magyaroknak azt mondta, hogy az egyik ilyen legfontosabb téma a klímaváltozás. És mi ezt a problémát, ezt a fenyegetést tettük a fókuszba, ezt szeretnénk megoldani az Európai Parlamentbe, mert kerítéssel nem lehet a klímaváltozást megoldani. A kampányban is ez lesz a fő témájuk? De az LMP programja nekem a Jobbik és a Fidesz programjának a keveréke. Hogy? Ezt miért mondja ezt? Akkor miért szavazzak önökre? Hát de... mondom, jó. Azt mondja Demeter Márta, hogy el kell dönteni az európai parlamenti választáson, hogy lesz-e valós képviselete a nemzeti érdekeknek az Unióban. Ez mintha a Fidesz mondaná. Aztán azért álljunk meg egy pillanatra, tehát álljunk. Egy európai parlamenti képviselőnek alapvetően azokat az embereket kell képviselnie, akik őt oda küldték Magyarországról. Akkor ezzel Demeter Márta ön szerint semmit nem mondott. Tehát, hogy akkor Demeter Márta mi a programja? A Demeter Márta Én ezt nem úgy értettem, hogy az evidencia az egy megkérdőjelezhető tény, hogy a nemzeti választók által megválasztott európai parlamenti képviselő a nemzetet képviselő. Ez világos. Hát igen, de ezt mondja a Fidesz is minden a dologra, hogy a nemzeti érdekek. Ja, azért a Fidesz meg a nemzeti érdek között azért van egy óriási különbség, hogy ők ráhazudják. Tehát, hogy amikor ellopják a fél országot, azt mondják, hogy az a nemzeti nincs különbség, érdek. Csak érzésekben.
Én azért nagyon fontosnak vélem azt, én néztem a Lóránttal folytatott beszélgetését itt a héten, és itt az LMP társelnökével, igen. És hogy pont ott volt a Székely önrendelkezés kérdése, aminek szerintem minden egyes magyar pártnál alapvető programnak kell lenni. Na ezt említettem neki is, hogy elkéstek, mert Semmény Zsolt egy héttel korábban aláírt erről egy megállapodást a magyar kormány nevében. Mi 2010-ben is beleraktuk ezt a programba. 2009-ben az első EP programunkban benne volt, és tudja miért? Azért, mert a zöldek alapvetően mindenhol kiállnak a kisebbségekért. És nekünk magyarként, ugye ott vannak a zöld frakcióban a katalánok, ott vannak a skótok, az összes olyan őshonos kisebbség, aki az egyes Európai Uniós tagállamokban él. Nekünk magyarként különleges felelősségünk van, hogy ezekért az emberekért kiálljunk. És egyébként, de hogy azt mondja, hogy azt mondta itt a felvezetésként, hogy most Bérunió, az a Jobbik programja, ön azt mondja, hogy jön azért a munkáért, ugyanazt a bért kell a dolgozóknak kapniuk. Nem ez a baj, hogy ezt mondja, hanem az a kérdésem, hogy mitől fogok önökre szavazni, és miért, igen? Nem a Fideszre vagy a Jobbikra, hogyha éppen ezek a hívószavak náluk a is jelen. A klímaváltozás hol szerepel? Kimondott, kibeszélt egyetlen egy szót is arról, hogy a 21. század legfontosabb problémája az, hogy radikálisan megváltoznak a természeti Áder feltételek. János, ő mindig elmondja. Áder János is soha nem tett semmit érte, folyamatosan csak beszél. Akkor odaadott egy rakat pénzt az alapítványának, amiből 2,5 millió forintért irodát bérelnek a belvárosban. Na kérem, ez aztán a valódi program is cselekvés. Mi már a kampányban cselekedni fogunk. Mi a kampányban megmutatjuk, hogy hogyan lehet megállítani ezt a fenyegetést. Hogyan? Igen, ez egy konkrét ígéret. Például nagyon egyszerű, fajültetéssel. Nem? Az LNP kampánya fajültetés? Az nem kell uniónak, képviselőnek lenni. Ahhoz nem kell, viszont mi azt mondjuk, hogy nem csak beszélünk róla, hanem cselekszünk is. Az viszont az állampolgárok elvárják, hogy egy ilyen nagyszintű problémánál, mint a globális klímaváltozás, ahol alapvetően a hozzáállásunkon kell változtatni, ahol olyan nagy társadalmi rendszereket kell egyik pillanatra a másikra megváltoztatni, hogy megmaradjanak az életfeltételeink, mint az energia, mint a közlekedés, mint a mezőgazdaság, amely mind-mind egy különleges gazdasági lobbinak a fogja. És mi ezzel a gazdasági lobby ellen is ugyanúgy küzdünk azért, hogy meg tudjuk adni a saját magunknak 20 év múlva azt, hogy amikor katasztrofális állapotok vannak, akkor el tudjuk mondani, hogy mi mindent megtettünk azért, hogy ezt. És faültetés, esőerdő a Terész körútra. Nem, mert minden egyes fa az érték, és amikor a Fidesz folyamatosan fákat vág ki, akkor a faültetés az egy ellenzéki tett. Képviselőjelölt úr, megütötte a fülemet az előbb ez az irodabérléses dolog, ugyanis a HVG kijött egy hírrel a héten, hogy Schmidt Máriától bérli az Agrárminisztérium az új székházát. Tud és? Erről, vagy hallott erről a hírről? És ugye Schmidt Máriának abban a bizonyos cégében az önök egyik parlamenti képviselője, Ungár Péter is tulajdonos. Biztos? Magyarán Ungár... egészen biztos. Én azért arra is föl szeretném hívni minden egyes sajtó munkás figyelmét, hogy Ungár Péter javarészt a gazdasági érdekeltségeitől megvált. Ez valahogy mindig, mint hogyha elkerülni a figyelmüket. A HVG állítása szerint ebben a cégben még benne van, de erre akartam rákérdezni, mert egy hasonló körben találkoztunk valamikor ősszel, és akkor elhangzott öntől, hogy hamarosan rendeződik ez a ungárféle oligarha kérdés. Akkor milyen módon rendeződött, vagy mit tudhatunk Péter, mi erről? Megvált azoktól a gazdasági érdekeltségeitől, ami miatt például támadták őt. És szerintem ő azt az utat választotta, hogy ő egy közszereplő lesz. Átláthatóság, hogy Zuglóban egy ilyen posztja van. Igen. Ugye? Egy éve mondta azt, hogy milyen feladatokat szeretne elvégezni, mit sikerült? A zuglói átláthatósági biztonságom az némileg összeférhetetlen ezzel, én úgy érzem, tehát hogy ezzel kapcsolatban lesznek majd lépések. Az átláthatósági biztosnak a feladata az, hogy megmutassa azt, hogy mennyiben felelnek meg az egyes intézmények azoknak az elvárásoknak, amik le vannak írva ott a rendeletben. Én több ilyen jelentést letettem, az, hogy még az átfogó jelentésemet, éves jelentésemet letegyem meg hátra van, ez meg fog történni rövid határidőn belül, és látható lesz, hogy az Zugló a saját magának vállalt kritériumoknak mennyiben felel meg. Korábban ugye szó volt arról, hogy Zuglóban ez a vagyonkezelő, ez nem működött nagyon jól. Hogy sikerült-e nyomára bukkanni, hogy miért nem? Megmondom őszintén, én csak azt, olyan dolgokat láttam, hogy amiket előírtak magának, ami egyébként eléggé szigorú, hogy például a vagyonkezelő vezetőinek a
vagyonnyilatkozata fönn legyen. Én ezt szóltam, hogy legyen fönn a honlapon. Nekem ennyi jogom volt, hogy figyelmeztessem őket, hogy a saját maguk által követelményeknek feleljenek. Ez Guzmis cucc volt, azért vonult erről a területről vissza? Azért vonultam, hát most EP képviselőjelöltként szerintem ez így nem feltétlenül jó. És félredobta a vagyonkezelőt, hogy az nem érdekli? Én mindent megtettem, amit megtehettem. Ebben a jelentésében, amire most hivatkozott, benne lesz a parkolási anomáliák is? Értsék meg, itt nem tényfeltáró újságírónak szegődtem, hanem arra... Azokkal a tényekkel dolgozott, és többet tudott, nem tudom, hogy tette, vagy sem, én nem tudom, de többet tudott volna tenni, mint egy tényfeltáró újságíró. Nem. Tehát, hogy a parkolási témával egyáltalán Zuglóba foglalkozott, vagy nem, mert hogyha nem, akkor lezárhatjuk ezt. Okay. Illetve még egy kérdés, hogy azt mondta egy januári interjúban, tavaly 2018-ban Momber a Krisztinának, hogy 300 000 forint lesz a javadalmazás. Igen. Végülis mennyi lett? Összesen eddig 450 000 forintot kaptam az eddig munkámért. Nem fizették túl. Azok a várakozásához képest különösen nem. Azok az információk, hogy 750 000-et kapott, az nem helytálló? Kitől kapta ezt az információt? Az egyik képviselőtől, Várnai Lászlótól. Ó, Várnai Lászlóval kapcsolatban azért van egy közös előtörténetünk, de szívesen elszámolok minden egyes fillérrel. Várnai László nem LMP-s. Bocsánat. Volt. Bocsánat. Igen, és mondani. Ez leírja a viszonyokat is nagyjából? Ezek szerint? Minden, azt javaslom, hogy ismerjék meg Várnai Lászlót. Az ön kampányát erősen fogja befolyásolni az, hogy van egy másik kampány. Igen. Ami a főpolgármesteri kampány, és az önök támogatottja Puzsér Róbert, mert hogy LMP-LMP. Igen. De... mit gondol én azt gondolom, arról, amilyen kampánya van, vagy nincs Puzsér Róbertnek? Először az első állítására szeretnék reagálni, hogy az én kampányomat alapvetően az fogja befolyásolni, hogy mennyire leszünk sikeresek azon üzenetek átvitelében, mint például a globális klímaváltozás elleni küzdelem. Mennyire tudjuk az embereket belehovonni abba a közös munkába, amiben az Európai Parlamentben is szeretnénk kétségtelen, sikereket elérni. Kétségtelen, ez két szerencsés vagy szerencsétlen módon összeérő kampány, tehát ha Puzsér Róbert elkezdte most a kampányt, azt mondja, hogy elkezdte, ön is most kezdi, tehát ezek a kampányok, ezek összeérnek. Óvatatlanul. Így van, tehát kérdezem a véleményét a másik kampányról, illetve arról, amit eddig látni lehetett belőle, és Puzsér Róbert, hogy mondjam, üzeneteiről. Nézze, ma én beszélgettem Róberttel pontosan arról, hogy hogyan tudjuk ezeket a kampányokat összefűzni, hogyan tudjuk azokat az üzeneteket, amelyek alapvetően közösek, mint például a légszennyezés elleni küzdelem területén, sokkal hatékonyabban tenni, és úgy, hogy abban valódi politikai cselekvésen hát túl, ez a Sétáló Budapest programjában ez súlyosan benne van. Így van, nyilván, tehát hogy lehet más a politika szakértői írják a programot javarészt a közlekedés tekintetében. Na, ez egy új információ, ezt eddig nem hozta nyilvános elő, Puzsi. Uha. De mire jutottak? Például mire jutottak abban, hogy elég sok frontot nyitott különböző irányokban Puzsér Róbert az elmúlt hetekben? Ha valaki érti azt, hogy milyen az, hogy minden oldalról támadják őt, tehát ez az LMP. Tehát, hogy mi már 10 éve folyamatosan megtapasztaljuk azt, hogy balról is, jobbról is kapjuk a pofonokat. Én sok türelmet javaslok egyrészt Puzsér Róbertnek, másrészt meg beszéltünk erről a közvéleménykutatós megszólalásáról is, amivel én azért nyilvánosan jeleztem, hogy jóval finomabb hangot kellene megütni, viszont abban mindenféleképpen egyet kell, hogy értsek vele, hogy nagyobb fokú átláthatóság szükséges a közvéleménykutatóknál is. Sok olyan eset van, hogy különböző pártok megbíznak közvéleménykutatókat, és utána azok a közvéleménykutatók egyrészt tanácsadók, másrészt kutatják, illetve manipulálják is a közvéleményt. Volt olyan közvéleménykutató, aki rendszeresen fölülmért egy pártot, volt olyan, még legalább 12%-ra mért egy olyat, aki végül is 5-5 ért el, és ugyanúgy kapják a megbízásokat, ugyanúgy meghívják ezeket az embereket megszólalni, átláthatóság kell. Mondják el a közvéleménykutatók, amikor az adataikat kirakják, hogy ők egyébként kinek a megbízásából csinálták ezeket. A képviselőjelölt úr, köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy meghívtak. Jöjjön máskor is, még szerintem a kampány alatt bármikor. Jakubcse Gabriella várja önöket itt az Altéren, jön a Jakubcse Plusz, én meg kérdezem Gabit, hogy de mivel jön. Szia, Gabi! Szervusz, jó estét kívánok! Ma is jelentkezik a Jakubcsek Plusz. Hirtelen szorongással kezdődik, és halálfélelemmel is zárulhat. Mi lehet ez? Ez a pánikbetegség. A második témánk viszont a pletyka lesz. Képzeljék el, nem is az számít, hogy kiről mit terjesztenek, hanem maga a célszemély. Várom önöket ma este.
Hát erről sokan sokfélét tudnának mesélni a politikai életben is. Mi folytatjuk mindjárt Somos Andrással és Gulyás Balázssal, méghozzá a Spiriten, ott jön az Egyenes Beszéd Extra, úgyhogy tartsanak velünk ott is, vagy nézzék Jakub Cseh Gabit itt. Szép estét!